Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Ember Norbi, ez pedig a Hamis 9-esnek a meccs után ilyen bejelentkező, elemző, nem tudom, hogy mondjam nektek, ilyen feedback videója. Hát a lényeg az, hogy a videótom ma tükör simán megsemmisült az Üllői úton, ismételten. Hát fájó volt ezt a meccset végignézni. Nem játszott jól a videóton csapata. Rengeteg védelmi hiba volt, ugye már az első gól is egy olyan gól volt, hogy nagyon fájdalmas volt nézni. Ugye egy ilyen kapufára valahogy elvánszorgott a labda, és annak a kipattanóját verte be a Fradi. Talán megint egy védelmi hiba. Harmadik is egy védelmi hiba, a helyszter elleszik a saját lábába. A félidőben 3-0 volt. Mindig nagyon lehetőségesen volt, ívelgették be a kapu elé, de nagyon-nagyon nagy veszélyes helyzet, talán egy, ha volt. Ez már nem sokkal később, ugye a második félidőben kicsit visszább esett a színvonal, inkább a két csapat. Mondhatjuk úgy, hogy egymás kóstolgatta egy kicsit. Ám végül egy csere, mondhatjuk úgy, a Boli becserélése döntött el a mérkőzését. Mérkőzésnek a végét, hiszen ugye belőtte a negyediket is a Fradi. Én azt gondolom, hogy a Fradi ma magabiztosan simán nyerte ezt a meccset, és teljesen megérdemelten. Gratulálok a Ferencvárosnak, és gratulálok azoknak, akik kijöttek a mai mérkőzésre, mert fantasztikus hangulatot teremtettek, mind az RBD, mind pedig a Monsters nagyon jól szurkolt. Tényleg egy igazi rangadó hangulat volt ma itt a Grupama Arénában. Én még egyszer gratulálni szeretnék a Ferencvárosnak és a szurkolóiknak, és nekünk a videótonál pedig össze kell kapnunk magunkat, hogyha Kölnben nem szeretnénk nagyon megfázni. Bízunk a legjobbakba. Ha nem tettétek meg, nézzétek majd a Hamis 9-est, iratkozzatok föl a YouTube csatornára is, ide a TikTokra is, és legyen szép estétek. És hát nálam hajrá videóton, és hajrá magyar foci. Bízunk a legjobbakba, hogy Kölnben kicsit jobb eredményt ér el a videóton. Sziasztok, ciao.